Alapvetően jól állunk és jól halad az EP kampány, bár meg kell mondani, most egy picit visszaestünk 123%-ról 107%-ra. A fővárosban továbbra is minden oké, de vidéken egy kicsit gyengélkedünk, ezért most be kell vetnünk a fővárosi pártok titkos fegyverét, el kell mennünk vidékre és meg kell szólítanunk a vidéki embereket. Rákeresek, hogy hol van a vidék. Ó, meg is van. Na hát figyelj, ez teljesen közel van, itt van a vidék egy köpésre, akkor hát elmegyünk Budaörsre és megnézzük, hogy milyenek a vidékiek. Nekünk, fővárosiaknak, akik itt a betondzsungel közepén élünk, mindig nagyon nehéz megérteni azt, hogy igazából mit gondolnak a vidéki emberek és hogyan látják ők a dolgokat. Ezért is fontos, hogy lemenjünk közéjük. Bevallom, félek egy picit ettől az egész dologtól, hogy ez a vidék, hogy hát hogy milyen lesz ott. Hát én nem voltam még soha, és remélem megértjük egymást majd a vidéki emberekkel, és hogy tudunk-e miről beszélgetni, nem? Nagyon izgultak meg. Próbáltam utána járni, hogy vannak-e vidéken is boltok, de nem sikerült semmit kideríteni. Én a biztonság kedvéért elugrottam itt a Csillebérci kisboltba, és vettem ételt, hogy legalább az legyen, ha már nincsen vidéken semmi. Egyébként nem tudom, miért nem szólt senki, hogy a vidékiek is szavazhatnak az EP választáson, basztus, ezt így utólag kell megtudnom. Európában is van egyébként vidék? Vagy ez egy ilyen magyar dolog? Budapesten itt még elég jók az utak. Aztán nem tudom, a Budapest határnál mi lesz, lehet onnan vonattal vagy lóval kell majd tovább mennünk. Na, arra ugyatok, vidékre hogy tudok eljutni innen, nem tudjátok? Hova? Legközelebb vidékre. Lehet, hogy eltévedtünk. Ez már elvileg Budaörs, de mit keres itt ez a sok autó, meg mi ez a sok sáv? Ezt nem is értem, itt lóval hogy lehet egyáltalán közlekedni? Hatalmas ez a budaörsi kisbolt. A vidékiek is hogy néznek ki? Arról szól, hogy ilyen népviseletbe járnak, nem? Elnézést, ne haragudj, vidéki vagy budapesti? Nem, budapesti. A vidéki vagy vagy budapesti? Budapesti. Budapesti, köszönöm. Tudom, elnézést, megkérdeztetem, hogy olyan vidéki vagy budapesti? Is. Köszönöm. Még a vidék is tele van budapestiekkel. Elnézést, ti budapestiek vagytok, vagy vidékiek? Vidékiek. Köszönöm. Vidékiek. Köszönöm szépen. Kérem szépen. Vidéki. Vidéki? Köszönöm. Ti vidékiek vagytok, vagy budapestiek? Budaörsiek. Köszi. Akkor ez egy harmadik fogalom. Csának, ti vidékiek vagytok, vagy budapestiek? Vagy akkor légy, mondjátok meg, hogy vidékiek vagytok ehhez. Szia, Suzi! Most jöttünk meg vidékről, megszólítottunk embereket. Meg tudnád nézni a számokat, hogy javultak-e? Aha, már nézem is a kutyostatos jelentéseket. Jönnek a számok. 135, 137 százalék, 139, 143, 150 százalék. Hú, hát ez szuper! Úgy tűnik, hogy mégiscsak működik az ellenzék titkos fegyvere, a vidékiek megszólítása. Legközelebb lehet, hogy még kicsit többet, akár olyan 6-7 vidékit is megszólíthatnánk.